Mintegy 1,9 milliárd forintos bevétellel és 3,5 milliárdos kiadással számolt idei költségvetésében Vásárosnamény önkormányzata. A település idei büdzséjéből is jut pénz nagy összegű EU-s pályázatokra, melyek célja mások mellett az ipari parkok fejlesztése, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és a turizmus fejlesztés. Vendégem itt a stúdióban a település polgármestere Filip Sándor, köszöntöm. Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. 2020-ról beszélgetünk, az első két legfontosabb számadat milyen elmozdulást mutat mondjuk az előző évekhez képest? Mindenképpen egy nagyobb költségvetési adattal indulunk, hiszen mind a bevételi, mind a kiadási főösszegünk, ugye 3,5 milliárdos a főösszeget tekintve. Ez azt jelenti, hogy jócskán a tavalyi induló összeg fölött vagyunk, de azt is tudjuk, látjuk, hogy ennek nyilván megvannak azok az okai, amelyek ide vezettek, hiszen több olyan beruházásunk van, konkrétan 15 olyan topos projekt, amely lezárása majd idén történik meg, és ez ugye ilyenkor a kiadási és a bevételi oldalon is szerepel, de azt is látjuk, hogy összességében a bevételeinknél is lesz elmozdulás, nagyobb adóbevételekre is számítunk. Persze ennek tükrében azt is észrevettük, hogy az állami normatíva támogatásunk az valamelyest csökkent, egy 5%-os csökkenés tapasztalható, és milyen érdekes a helyzet, hogy az ember ennek örülni tud, hiszen polgármesterként és a képviselőtestület tagjainak is elmondhatom, hogy örömteli az, hogyha egy 5%-os csökkenés mellett a másik oldal, a bevételi oldal pedig növekszik, mert ez azt jelenti, hogy a város elkezdett élénkülni, a gazdaság elmozdult, előre mozdult, és ez azt jelenti, hogy az itt lévő cégek, vállalkozások, az a lakosság jobban élhet ebben az esztendőben. Egy település költségvetése nagyon sok mindenről árulkodik, és talán a város élete is benne van, hogyha azt nézzük. Most önök, bár már ugye február közepén járunk, milyennek vélik ezt az esztendőt? Nagyon könnyű lenne azt megkérdezni, hogy könnyű vagy nehéz év lesz, de mégis valahogy ennek mentén hogyan látja polgármester úr? Úgy hiszem, hogy tavaly is és tavaly előtt is elmondhattuk már, hogyha azt a szintet tudjuk tartani, vagy egy lapáttal rá tudunk tenni, akkor ezt mindenki érezni fogja. Most büszkén elmondhatja azt a Vásárosnamény, hogy az elmúlt esztendő nagyon szépen sikerült. Több olyan projektünk elindult, lezárult, vagy elindult és majd idén zárul le, amely a lakosság komfortérzetét, biztonságos mindennapjait és a város gyarapodását szolgálta. Elegendő, ha az ipari terület fejlesztéséről, a zöldváros projektről, kerékpárutak bővítéséről, fejlesztéséről, kettes szegregátum fejlesztéséről, vagy akár a turisztikai projektjeinkről beszélünk. Nyilván vannak olyan VP-s és egyéb projektek is, amelyek a külterületi mezőgazdasági utaknak a rendbetételét szolgálták, ennek a lezárása idén következik majd, de nem tétlenkedtünk, tavaly is pályáztunk, és már idén is van olyan pályázati forrás, amely kapcsán múlt héten éppen értesültünk egy 43,7 milliós MTÜ-s projekt kapcsán, a Tiszapartot tudjuk továbbfejleszteni, annak tükrében, hogy itt pedig van egy 161 milliós projektfejlesztési összegünk, amely egy 16-os konzorciumban, a megye több településen, a Tiszapartján több településen együttesen konzorciumban valósul meg majd. Tehát az élet elkezdődött, és hiába február van, már nyárra, sőt, mondhatjuk azt is, hogy őszre is tudunk tekinteni. A felvezetőben három nagyon fontos terület került kiemelésre. Az egyik ugye az ipari szektorral kapcsolatos, ipari park fejlesztés, a másik a épületek energetikai szempontból való korszerűsítése, illetve a turizmus fejlesztés. Mindegyik nagyon fontos, de valahol talán ez mégis egy sorrend lehet. Így van, hiszen tudjuk azt, hogy ha a gazdasági fejlendülést tekintjük elsődlegesnek, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon sokan megtalálják a helyüket az elsődleges munkaerőpiacon, és amíg Vásárosnaményban 2016-ban mintegy 530 közfoglalkoztatásban tevékenykedő volt, tavaly év végére ez már 200 alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy egyre többen megtalálják a számításukat az elsődleges munkahelyen. Ha fejlődik a város gazdasága, ez a városnak az egyik stabil lába, akkor egy kicsit mindenki jobban tud élni, jobban oda tud koncentrálni a családra, a gyermekeire, és ez egy biztató jövőképet adhat, amely már egy másik láb erősödését, a turisztikai vonalunknak a erősödését is szolgál, hiszen nagyon sokan a turizmusra, Gergely-ugornyára, a Szilva és Wellness-fürdőre, vagy az Atlantika Fizividán Parkra gondolnak, hiszen valljuk be őszintén, hogy most értünk el oda, hogy 2019-től, 2020-tól egy nagyobb forrást tudunk majd fordítani arra, hogy a
turizmust föllendítsük, hiszen lapátos pihenőhely vagyunk, haladó kerékpáros barát település vagyunk, tehát minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amely vonzóvá teheti Vásárosnaményt és környékét, hiszen azt szoktam mondani, hogy ahol az M3-as autópálya véget ér, most Vásárosnamény ott kezdődik, ezzel el lehet jönni hozzánk, gyorsan megközelíthető módon, viszont szeretnénk azt, hogyha minél több vendégészakával gyarapodnánk a jövő esztendőben, illetve ebben az évben is. Mindezek a fejlesztési irányvonalak, illetve azok a sikeres pályázatok, amelyek hagyják, hogy mindez megvalósuljon a jelenben és a jövőben, mindezek kiknek adnak lehetőséget arra, hogy dolgozzanak, hogy úgymond az élet céljukat megtalálják Vásárosnamében? Nagyon fontos, hogy több gyár visszatelepült, újraindult, gondolok itt a Swisscomóra, vagy gondolok itt a megújuló Börvin ruhagyára, ami most az ARJ néven fut majd tovább, és egy nagyon komoly 12 milliárdos projekttel egy új gyár épül majd. Tudjuk azt, hogy van egy stabil, olyan összetéző lakossága a városnak, amely szívügyének tartja a települését, de azt is látjuk, hogy nagyon fontosak a fiatalok. Épp ezért az önkormányzat az egyik projektjén keresztül az elmúlt héten a Gólyafészek projekten belül a letelepedést, az elhelyezkedést és a jobb életcélok megvalósítását tartja szem előtt. Épp ezért a 18-35 éves korosztály számára pályázatokat hirdettünk, amely kapcsán 6 hónapra tudnak pályázni a fiataljaink, 40-60-70 ezer forintos nagyságrendben. Ez azt jelenti, hogy aki a helyben maradást tartja fontosnak, az nem megy el a városból, hiszen megtalálta a munkáját, megtalálta a párját, ezáltal meg lesz a jövője, vagy aki itt szeretne letelepedni, tehát máshonnan kerül ide hozzánk Vásárosnaményba, rajtuk is tudunk segíteni, és ha ez a kettő esetleg összeér, és valakinek ez már rendben van, de mégis szeretné mondjuk a saját lakhatási körülményét javítani, mondjuk szeretne egy mosógépet, egy televíziót vagy egy szállítógépet vásárolni, erre is tudnak most pályázni az önkormányzatnál. Ezzel szeretnénk azt erősíteni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is valamit azért, hogy a fiataljaink helyben maradjanak. És hát nem beszélve arról, hogy mint járási központ, ugye azért egyéb plusz feladatokkal is nyilván bír a város. Ha már ott tartunk, hogy járási központ, akkor nyilván nem csak ügyet intézni járnak Vásárosnaménybe az ott élő lakosok, hanem dolgozni is. Tehát milyen hány kilométeres körzetből találják meg a megélhetésüket például önöknél az emberek? Mondhatjuk azt, hogy 20-25 kilométeres körzetből bejárnak Vásárosnaményba dolgozni. Az Austria Jewels, az említett Börvin ruhagyár, ami most már ugye ARJ ruhagyár, a Nafém, a Swisscrono, mind-mind ezek a nagy cégek. Ugyanakkor a Kisbékert mindenképpen említenem kell, hiszen a Kisbéker és a cég csoportjai nagyon komoly fejlesztésbe kezdtek, és ahogy az autópályáról lehajtunk, érezhetjük a fejlődést, hiszen itt az önkormányzat egy 510 millió forintos nagyságrendből utat épített, közvilágítással, csapadékvizelvezetéssel, ezáltal is biztonságosabbá téve az ipari területünk bejárását, és elindult egy folyamat, amely kapcsán hamarosan Vásárosnaményben egy 38-46 fő bevonásával pékség, húsüzem, gyümölcsfeldolgozó, pálinka főzde épül, amely szintén várja majd a szakképzett fiatalokat. Csak hallgatni, önt is ez elég soknak tűnt, ami vár a városra, vár önökre. Az utolsó kérdésem rövid, és ha tud, akkor válaszoljon röviden, polgármester úr. Érhetik-e önöket meglepetések? Tehát bejöhetnek-e még olyan plusz dolgok, és itt most szándékosan csak pozitív dologra gondolok? Nyilván bármi történhet. Számomra ez az egyik pozitív dolog volt tavalyi esztendőben, amikor nyáron Varga Mihály pénzügyminiszter úrnál jártunk fönt a ruhagyár kapcsán, és a HIPÁ-tól egy 5,4 milliárdos fejlesztési forrást kapott a cég egy 12 milliárdos beruházáshoz, de azt is látjuk, hogy a Swisscrono is folyamatosan fejlődik, és nagyon fontosnak tartom megemlíteni a kis és középvállalkozásainkat is, hiszen ha a várost egy háromlábú, stabilan álló székhez hasonlítanánk, akkor a gazdasági szereplők, az önkormányzat és a civilek egysége tartja egészben ezt a rendszert. Épp ezért, ha a gazdaság stabil lábakon áll, ha oda tudunk figyelni a jó értelemben vett civilekre, akkor az önkormányzat segítségével az egység működik, és előre viszi a városunkat ebben az évben is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.